különleges könyvbemutató zajlott a Tolnai Magházban, a helyi Városvédő Egyesület rendezésében. Maga az egyesület még az 1990-es évek elején alakult, akkor még egyetlen könyvre koncentrálva, a város szakrális és világi szobrainak kiadatására, amit több éves gyűjtőmunka előzött meg. Sok-sok tudás, ami a tolnai városvédők fejében van, az hogy kerüljön közkincsé. És ezt találtuk ki, hogy egy füzet sorozatot indítunk, azokból az írásokból, amit a tagjaink közé szeretnének tenni. Természetesen, mivel füzetek és mivel korlátozott a megjelenés, hiszen ezeket mi fénymásoljuk, mi fűzzük össze, túl nagy anyag nem lehet, de elindultunk valahogy, olyannyira, hogy mára már külsősök, tehát nem városvédő tagok is felajánlják a munkáikat, csak jelenjen meg. Így született meg az ötlet a tolnai helytörténeti füzetek kiadatására, amelyben Link Judit a sorozat első darabjában a katolikus templomot mutatta be, a másodikban Varga Mihály az egykori tolnai dunai révet. Nagyon különleges a kapcsolatunk, ugyanis ő valamikor városvédő egyesületi tag volt. Utána kilépett tőlünk, viszont a munkáit felajánlotta nekünk. Sok munkát felajánlott közte ezt a kettőt is, ami most meg fog jelenni, illetve megjelent és most mutatjuk be. És hát nagyon-nagyon örülünk neki tényleg, hogy ő noha már nem városvédős tag, de hajlandó volt felajánlani a munkáit. Nemrég elkészültek a sorozat újabb darabjai, az Árvalány otthon a tolnai fonógyárban, illetve a Fonal terjedelmesítés a tolnai fonógyárban című tanulmány. Mindkettőt Steinbach Ferenc, a város Sejem Fonoda utolsó, illetve a Fonal terjedelmesítő üzem első vezetője írta, és mutatta be most az érdeklődőknek. 1900. április 24-én indult, és a fénykorát az én véleményem szerint 1905-be élte, ugyanis néhány kiló híján 2 millió kiló gubó termett abba az évbe. Számos tanulmányt írt már a magyar sejmészet felvirágoztatójáról, a tolnai sejemgyár alapítójáról, Bezerédi Párról. Magyarországon a hernyó sejemgyártás már több mint fél évszázada megszűnt. Egy olyan országos sejémtenyésztési felügyelőséget, amit Bezerédi Pál meg tudott valósítani, ez szinte csoda. Az író az utolsó honi szakemberek egyike, aki a sejem előállítás technológiáját a gyakorlatból is tökéletesen ismerte. Ráadásul, mint egy hiánypótló műként le is jegyezte. Próbáltam foglalkozni az Árvalány otthonnal kapcsolatba, de nem mentem sokra, mert bent a gyárba, ahol eltöltöttem végeredményben 33 évet, nemigen a korábbi években, mondjuk a 60-as, 70-es években nem találtam olyan valakit, aki az Árvalány otthonnal kapcsolatban felvilágosítást tudott volna adni. Az Árvalány otthon felderítése már komolyabb kutató munkát igényelt, mely után a nyugdíj megkezdése után jutott idő, ennek megírását 3 év kőkemény kutatás előzte meg a levéltárban, és ezután vetette papírra gondolatait. Azért is tartottam szükségesnek, mert az egyetlen volt Magyarországon már csak a tolnai fonoda második világháború után, mert 9 fonodát építetett föl Bezerédi Pál, és ebből egyedül a tolnai maradt meg, hál' Istennek. Ennek köszönhetően a gyár még ma is él és működik. Az előadásra a hatalmas tudásanyag, rengeteg adat és személyes emlék is hozzátársult, hogy a hallgatóság nem csak hogy érdeklődve figyelte az előadást, de számos kérdést is intézett az előadóhoz.